Mex Rádió. Politikamentesen. Csak pozitív hírekkel. A mikrofonnál most Mex. Mex. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mex Rádió hallgatót. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Lantai Tamást, azaz Mexet halljátok. És egy fantasztikus beszélgetés következik, hiszen két olyan vendégem van, akik egyrésztről még nem jártak a Mex Rádióban, másrészt pedig egy nagyon-nagyon fontos témát fogunk körbejárni a két vendégemmel. Itt van velünk Harmad Tamás, a Mozgásszabadság Klinika ügyvezetője, valamint dr. Kovács Gellért, a Mozgásszabadság Klinika alapítója és vezető orvosa. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Szervusztok! Szervusztok! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívásomat. Tamás, először, miután a céget te vezeted, téged foglak arról kérdezni, hogy egy picikét mesélj arról, hogy amikor elindítottátok ezt az egész projektet, akkor mi volt a motiváció ezzel kapcsolatban, hiszen ha jól tudom, akkor van egy személyes érintettséged. Ó, igen. Hát a Gellért nem most kezdte, ő ugye 20 éve kutatja, fejleszti ezt a tudást, amire építünk. Én pedig egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt volt problémával jelentkeztem a Gellértnél. Ez egy csípő probléma volt, ami erősen gátolta a sportmozgásomat. És hát nagyon meglepett az a kezelési módszertan, amivel ő kezelt, mert miután alaposan megvizsgált, és mondtam, hogy hát a csípőm fájdalom, ő egész máshol kezelt engem. A testem más részén. Erősen kételkedtem is. És ez a kételj, ez azért izgatott engem, hogy most akkor mi lesz ebből. Nem is éreztem azonnal rögtön a hatását. A röntgenképen lehet látni azt, hogy az egyik csípő mennyire elszíneződött, elváltozott, mennyire attól fájt, be volt szűkülve. Kezelt engem a mellizmomban, meg kezelt engem a sarkamban is. És mivel ez egész egyszerűen igazolhatóan a röntgenképekben kimutathatóan javulást meg gyógyulást eredményezett, engem onnantól kezdve foglalkoztatott, hogy látom, hogy a Gellérthez nem lehet bejutni reggeltől estig, minden nap, hónapokon keresztül foglalt, nagyon nehéz hozzá időpontot foglalni, hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy egyrészt ne csak magát zsákmányolja ki, meg hogy hozzájussanak ehhez a gyógymódhoz az emberek nagyobb rétegei. Ez volt az alapötlet a részemről. Ezzel aztán egyszer-kétszer így pingeltem a Gellértet, hogy hát valamit érdemes lenne ezzel csinálni, hogy nem gondolod el, hogy esetleg, és neki is voltak más motivációi. Úgyhogy az indulás az én részemről ez volt, és hogy mi volt a Gellért részéről, azt meg leginkább ő tudja elmondani. Tamás, akkor azt már tudjuk, hogy nálad mi újság van, és hát azért hozzá kell tennem, hogy a szkeptikusságodat is meggyógyította Gellért, viszont tovább vive ezt a vonalat, én azt gondolom, hogy tényleg most Gellérten a sor a doktor úron, hogy elmondja a sztorinak a folytatását, hiszen szépen lassan beadta a derekát neked, Na, ez jó kis szóvic, hogy a derekát meg a csípőt, szóval, hogy eljutottatok arra a pontra, akkor közösen hozzatok létre valamit, amivel adni tudtok az embereknek, és itt ezen van a hangsúly, hogy értéket adtok az embereknek, adott esetben gyógyulást adtok az embereknek. Szóval, Gellért, tiéd a szó. Tehát annyira azért nem kellett nekem beadnom a derekamat, hogyha ez a szó viccel akarunk élni, mert végül is ezzel sokat beszélgettünk már korábban Tamással, és én kerestem meg végül is Tamást, hogy próbáljunk meg ebbe valami közöset csinálni, mert én eljutottam arra a pontra, hogy azt az időbeli kapacitást már nem tudom tovább növelni, amit ebbe a szakmába meg a gyógyításba bele tudok fektetni. Tehát az asszisztensem gyakorlatilag folyamatosan azzal volt elfoglalva, hogy elutasította a pácienseket, hogy most nem jó, majd 3 hónapban a kurva telefonáljon, most azért nem jön, tehát már erről szólt az egész dolog, és én pedig úgy éreztem, hogy az, amit így sikerült létrehozni az elmúlt közel 20 évben, az egy olyan érték, ami megérni azt, hogy egy olyan üzleti modellt építsünk rá, hogy tényleg több emberhez el tudjuk juttatni, több ember kaphasson belőle, mert az én kapacitásom az nagyon végét járta.
azon kívül szükségem van arra, hogy annyi időt fel tudjak szabadítani, hogy a további kutatásokra és fejlesztésekre is tudjak időt fektetni, mert úgy gondolom, hogy ebben a gondolkodásunk megszemlítettől még van ennyi. Igen, és akkor egy kicsikét beszéljünk a módszerről, hiszen azt gondolom, hogy az, hogy Tamás elmondta, hogy a sarkán keresztül például eljutottunk odáig, vagy eljutottak odáig, hogy a csípőjét gyógyítsátok meg, vagy gyógyíts meg. Szóval ez a módszer, ez egy kicsit így, én azt gondolom, hogy magyarázatra szorul, hiszen a hallgatók nem biztos, hogy értik, hogy valakit a sarkán keresztül gyógyítotok, és a végén a csípője gyógyul meg. Szóval hogy is van ez, Gellért? Tehát az egész alapötlet az abból ered, hogy azt kell megértenünk, hogy az a diagnózis, amivel a páciensek mondjuk hozzánk fordulnak, vagy egyetlen orvost keresnek föl, az nem a valódi diagnózisuk. Tehát ez azt értem, hogy bejön egy csípő MR-rel vagy csípő röntgennel Tamás, akkor neki nem az a probléma, nem az a betegsége, hogy beteg a csípője, hanem ez egy szemléletbeli probléma, hogy azonosítottuk a betegséget az anatómiai károsodásával. Tehát magyarul nem az a baj, hogy neki mondjuk a csípőjében valamiféle kopásos jelek látszanak, hanem az a baj, ami ezt az egészet létrehozta. Tehát mindenünk az a kérdésünk, hogy mi az a funkcióbeli probléma, ami ahhoz vezet, hogy utána a szervezet egy olyan kényszerhelyzetet teremtsen, ami egyébként mellesleg elkoptatja a csípőjét. És akkor már belelépünk egy funkcionális szemléletbe, ami egyébként szerintem az orvostudománynak most a igazából fejlődési útja, több olyan kollégával is beszélgetve, akik ezzel azért egyetértenek a saját területükön, hogy az orvostudomány egy óriási paradigmaváltás előtt áll, és ezt a fajta lineáris gondolkozást, hogy van egy ok és annak van egy következménye, ezt fel kell váltania azzal a szemlélettel, hogy maga a szervezet is egy rendszer, és a rendszernek teljesen mások a dinamikai feltételei, mint egy egyszerű lineáris kapcsolatnak. Ezen azt értem, hogy egy bonyolult rendszer, mint a szervezet, egy folyamatos, állandó egyensúlyhelyzetre törekszik. Ez egy energiaigényes folyamat. Tehát magyarul azt, hogy az optimális, az állandó optimális helyzetét fenntartsa a szervezet, mint a rendszer, az egy állandó felügyeletet igényel és energiát emészt fel. Ha bármilyen zavaró tényező ebből megpróbálja kimozdítani, akkor ugyanúgy, mint a termosztát a radiátornál, megpróbálja ezt visszaszabályozni, és ez egy energiaigényes folyamat. Most abban az esetben, hogyha sokáig van a zavaró tényező jelen, akkor ugye folyamatos kompenzációt igényel a szervezet ahhoz, hogy egyensúlyban tudjon maradni, mert az egyensúlyban maradás a fő igénye, és eközben, miközben ezt a kompenzációt végrehajtja, gyakorlatilag kifárad. És tulajdonképpen a panaszokat úgy foghatjuk fel, hogy ennek a kompenzációs feszültségnek, vagy kompenzációs mechanizmusnak a látványos megjelenései, ami hogyha kellő ideig tart, akkor már az anatómiát is tudja károsítani. Értem, már hallom a hallgatói kérdéseket, amelyek arról szólnak, hogy ó, hát akkor ez mi lesz? Mi lesz ebből? Mágnesterápia, vagy valami krémet fognak rám kenegetni, vagy valami elektromosságot fognak bevezetni a testembe. Szóval, Gellért, mi történik a rendelőben ténylegesen? Ténylegesen. Tehát azért mondtam ezt a viszonylag elméleti bevezetőt, mert azt kell megérteni, hogy a fő tevékenységünk az arról szól, hogy hol és mit kezelünk. Tehát például a csípő esetében, hogy hogyan jutunk el a mellizomhoz, az egy keresési algoritmusnak a végeredménye, semmi ezoterikus nincsen benne, ez egy alapvető logikai alapú diagnózis, és amikor már megtaláltuk, hogy például most az ő esetében a mellizmot kellett kezelni, akkor azt, hogy ezt milyen módszerrel kezeljük, az kevésbé lényeges. Tehát a mi kezelésünknek az egyik jellegzetessége az pont nem az, hogy egy általános, mondjuk nem a mágnesterápiára akarom kiélezni, de nem egy általános kezelést kap, hanem egy nagyon-nagyon specifikus, térben nagyon specifikus, tehát például a mellizomnak egy kis részét érintő, és időben is nagyon specifikus, tehát megadott terápiás módszerrel és megadott terápiás lehetőségek között hajtunk végre valamiféle terápiás beavatkozást azon az adott kis pici területen ahhoz, hogy a válaszreakció aztán kiüsse azt a problémát, amivel a páciens hozzánk fordult. Tehát például ez nem jelenthet általános dolgot, tehát például egy krémet vagy egy valamilyen egész testet érintő bármilyen kezelés, hanem egy nagyon specifikus dolgot jelent. Legtöbbször, mivel mi biomechanikával foglalkozunk, ez valamiféle mechanikai beavatkozást jelent, tehát vagy kézzel, akupunktúrás tűvel, vagyis lézerrel végzett helyi, lokális kezelést jelent. De a kunst benne az az, hogy hol végezzük. Uh-huh.
Értem. Akkor itt meg is van a válasz a kérdésre, és nagyon szépen köszönöm, mert hogy általában a hallgatókat szerintem ez foglalkoztatja a leginkább, hogy ténylegesen mi történik a rendelőben. No, de egy picit menjünk tovább, és a következő hallgatói kérdés, mintha már meg is érkezett volna, de nem, csak én nagyjából azért tudom, hogy mi az, ami felmerül a hallgatókban, hogy mennyi ideig tart, és hány alkalom, hiszen tudjuk, magyarok vagyunk, de ez egyébként az egész világon érvényes. Magyarországon főleg, hogy az emberek tudjátok, hogy mikor szeretnének gyógyulni, azonnal, tegnapra mindent akarnak, és ha lehet, akkor egy másodperc alatt szeretnének meggyógyulni. Tudjuk, hogy ez nem így van, főleg, ha egy 20 éve fennálló problémáról van szó, de azért a legfőbb kérdés az mindenképpen az, hogy általánosságban lehet arról beszélni, hogy mennyi ideig tart a kezelés? Ahogy az előbb elkezdtem mondani, mi ugye az okokat tárjuk fel nagyon nagy részletességgel, és az okok egymáshoz képest egy ilyen hagymahéjszerű rendszerben, logikai értelemben hagymahéjszerű rendszerben vannak. Tehát megtaláljuk azt az okot, aminek következtében kialakul a probléma, utána megtaláljuk azt a következő okot, ami ezt az előző okot okozta, és így fölfejtjük a problémát. Minél régebb óta van egy ilyen probléma, annál több ok helyezkedik el logikai kapcsolatban egymás alatt, és mi mindig ebből a legfelszínesebbet, tehát a legújabbat látjuk, ami az előző vagy a következő kompenzációs lehetőségnek az okát jelenti. Tehát egy régi problémánál ezért lehet valószínűleg több alkalomra számítani, mert mi nem látjuk egybe az egész problémát, vagy az egész rendszer kompenzációt, hanem mi azt látjuk, hogy abban az adott szituációban mi az, amire a legjobb reakciót adja a szervezet, és amikor ezt a kezelést megcsináltuk, akkor a következő szintre lépünk. Közben is már szokott lenni javulás, de ilyenkor a vége nyilvánvalóan messzebb csúszhat. Konkrétan kérdésre visszatérve, akut problémáknál általában egy-két kezelés elég szokott lenni, krónikus problémáknál sokkal több kezelésre és nagyon sok és kooperációra van szükségünk a páciens részéről. Tehát tudatosítanunk kell azt, hogy például, ha mondjuk ezt valaki a testhelyzetével, például, hogy most ülsz a széken, az egy jellegzetes helyzet. Tehát, hogyha a testhelyzeteddel te megcsinálod a problémát, akkor te vagy érte a felelős, és azt nagyon fontos leszögeznünk, hogy muszáj felelősséget vállalni a páciensnek arra, hogy amit ő csinál, az ő dolga. Mi meg tudjuk mutatni, hogy hol kell tenni, de ez egy kooperatív munka lesz, aminek a vége az, hogy egy gyümölcsöző mondjuk állapotjavulás következik be. Tehát ha például ilyenbe akadunk, akkor az nem egy alkalom szokott lenni, hanem mondjuk, hogy inkább azt mondjuk, hogy egy fél éves periódus minimum szükséges ahhoz, hogy egy krónikus, tehát 10-20 éves állapotból kiveljünk valamit. Az nem azt jelenti, hogy addig nem lesz javulás, de az, hogy mindenki számára megelégedés legyen, az általában hosszabb. Hát igen, a testhelyzetemre visszatérve csak egy pillanatra. Igen, igyekszem egyenes háttal ülni a székemben. Néha ugye ez azért elég nehéz, főleg ha valaki annyit ül a számítógép előtt, mint mondjuk én. De Tamás, téged kérdezlek arról, hogy ugye te ténylegesen megtapasztaltad azt, hogy hogyan is zajlik ez az egész történet, és egy picikét arra kérlek, arról mesélj, hogy amikor ténylegesen megkaptad az első kezelést, mennyi ideig tartott az, mire a hatást érzékelted? 5 perc, 5 óra, 5 nap, 5 hónap? Nagyon érdekes, mert az ember az, hogy valami elkezd fájni, azt azonnal tudja. Uh-huh. Azt, hogy most már nem fáj, azt meg tudatosítani kell. Tehát amikor én azt mondtam a feleségemnek, hogy hát ott voltam a Gellértnél, sok minden nem történt, furcsa helyen kezelt, meg adott házi feladatot, hogy miket kell még otthon csinálnom. Oké, csinálom. Aztán utána, amikor megkérdezte a feleségem 3 nap múlva, hogy na, mi van? Ja, hogy nem is fáj annyira. Tehát ez az érdekes, hogy az, hogy még mindig fáj, azt tudom, az, hogy nem fáj annyira, az kevésbé tudatos. Úgyhogy ebben is kooperációt szoktunk kérni a páciensektől, azaz figyeljék meg, hogy mit csinálnak, mit éreznek. Én odáig szeretném, hogy elfajuljon ez a dolog, hogy jegyzeteljenek. Igen, az önmagunk megfigyelése tényleg nagyon fontos, ezt már jó néhány különböző terápiáktól kezdve mindenen én is tapasztaltam saját magamon, és egyébként meg a szeretteimen is, amikor kipróbáltunk, hiszen mi is nyitottak vagyunk, és egy kicsikét erre szeretnék most rávilágítani, hogy nyitottnak kell lenni az új lehetőségekre, új terápiákra, adott esetben olyan készítményekre is,
Tehát tényleg legyünk nyitottak, kedves Megszádió hallgatók, mert ez alapvetően nagyon-nagyon fontos, ha valaki szeretne mondjuk, hogy kipróbálni egy-egy olyan módszert, ami lehet, hogy nekünk merőben új, de azért ne felejtsük azt el, hogy annak idején ezelőtt 50-100, akár 200-300 évvel voltak ugyanígy új lehetőségek, amik mára nekünk teljesen természetesek. És itt jön az, amit a Gellért említett, hogy paradigmaváltás. És egy kicsikét azt látom, hogy egyre több orvos van az orvostársadalomban is, akik elkezdenek nyitottá válni, abból kifolyólag, hogy a tények bizony nem hazudnak. És ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, Gellért? Pont a napokban volt két kollégával egy nagyon érdekes ilyen esti megbeszélésem, ahol a saját szakterületükön egyik fogorvos, másik pedig gasztroenterológus, mind a kettő hasonló élményekről, illetve tapasztalatokról számolt be, hogy több évtizedes munkába töltött időszak után rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy amit mi az egyetemen tanultunk klasszikusan, hogy hogyan kell mondjuk egy adott betegséget meggyógyítani, az nem más, mint egy cseklista. És ha az ember szeretne komolyabban mögé nézni az okoknak, akkor bizony szükség van arra, hogy más szemléletben, más elképzelések szerint modelleket építsen föl, ahogy fel tudjon tárni olyan esetleg mögötte rejlő okokat, ami az egész problémának, vagy egész betegségmodellnek az alapját képezheti. Tehát nem elég elfogadnunk azt, hogy van egy adott betegség, és arra van egy adott bevett terápia, hanem bizony folyamatosan kutatni kell azért, hogy esetleg más módon hogyan tudjuk ezt megfogni. Pont azért, mert igazából mi modellekben gondolkozunk. Gondoljuk meg, az akupunktúra is egy modell. Tehát, hogy van egy modell arra, hogy hogyan képzeli a szervezetet, és ezt hogyan gyógyítja, és van egy korreláció, hogy az adott kezelésekkel mondjuk milyen javulások következnek be. Ez ugyanolyan. Megfigyelések vannak, és korrelációk vannak, hogyha valamit csinálunk, akkor hogyan változik. Tehát egy nagy adatbázis gyűjtünk össze, tehát valójában most is megfigyelés és tanulás időszakában vagyunk. Ez az idősebb kollégáknál is, itt azt látom, hogy ez egy örömteli folyamat, hogy mások is hisznek abban, hogy az orvostudomány egy komoly megújulás előtt áll. A másik az én ilyen személyes misszióm az, hogy az egyetem, az orvos egyetemen is azért vállaltam részben oktatói tevékenységet, mert azt gondolom, hogy a jövő orvos nemzedékeinek is tartozunk ezzel, hogy legalább megismertessük őket azzal, hogy vannak lehetőségek, amik szintén teljesen validak és ugyanúgy eredményekhez vezetnek, de egyszerűen érdemes kipróbálni őket még akkor is, hogyha ennek most az elfogadottsága még nem elég nagy. És nem azért nem nagy az elfogadottsága, mert tudományosan megkérdőjelezhető, hanem egyszerűen azért, mert még nem ismerjük. És merjenek kipróbálni dolgokat, és merjenek visszakérdezni, hogy azok a dolgok, amiket évtizedeken, vagy most már évszázadokon át valahogy gondoltunk, azok mitől vannak? Hogy ezek tényleg úgy vannak-e? Tehát merjenek rendes, tudományos, vagy felfedező, vagy természetkutató ember módjára kérdéseket feltenni, ugyanúgy az orvoslással kapcsolatban, vagy bármilyen más dologgal az életben. Hát igen, hogyha a kedves hallgatóknak kérdése van, akkor ők is nyugodtan feltehetik ezeket, mi várjuk az üzeneteiteket, és természetesen, ha lesz ilyen, akkor szerintem én megkérlek benneteket, hogy válaszoljatok majd a hallgatói kérdésekre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy nem csak a hallgatóknak szükséges az, hogy nyitottak legyenek, hanem ti is nyitottak legyetek arra, hogyha egy hallgatói kérdés jön, akkor válaszoltok. Ugye számíthatok rátok? Abszolút. Csak a brainstormingba hiszünk, úgyhogy mindig többet teszünk össze közösen, annál jobb a lehetőségünk. És így van. Tudunk, hogy válaszoljunk. Így van, viszont közvetlenül benneteket is meg lehet keresni. Tamás, arra kérlek, hogy mondj egy néhány elérhetőséget, hogy hogyan érnek el benneteket a kedves hallgatók. Oké, hát a honlapunk az a mozgásszabadság.hu oldalon érhető el. Egyébként a központi e-mail címünk az a klinika@mozgásszabadság.hu, és a telefonszámunkat is elmondom, az pedig 0630 072 11 11. Kedves Megszádió hallgatók, az elmúlt percekben a Mozgásszabadság Klinika alapítója és vezető orvosa dr. Kovács Gellért, valamint Harmad Tamás, a klinika
ügyvezetője volt a vendégem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a folytatásban, a továbbiakban is nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, köszönjük. Minden jót, sziasztok. Sziasztok. Mex Rádió. Politikamentesen. Csak pozitív hírekkel.